Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 20 éve, amikor elkezdtem itt a doktori tanulmányaimat, akkor pontosan ebben az épületben kaptunk egy kollégámmal a most már padlás, akkor is padlásból átalakított részen a harmadikon egy pici szobát, és a szerencse az abból adódik, hogy mi Istvánffy professzor úr mellett kaptuk ezt a szobát, aki rektor volt sokáig, úgyhogy rengeteg régi történetet hallottam itt. Folyamatosan jöttek a kollégák mindenféle korszakából a TF-nek, és egy kávé mellett mindig megosztották ezt velünk. Úgyhogy sok minden köt ide, nem így nézett ki, most gyönyörű és új, akkor pedig kicsit poros volt, viszont tele volt történettel. Én mindig sportoltam gyerekkoromtól kezdve, és nagyon aktívan éltünk, viszont én szerintem az egyetlen vagyok, és halkan merem csak kijelenteni, aki nem szeretett soha nagyon versenyezni, mert hogy a barátaimat nem akartam sosem legyőzni, hanem inkább azt élveztem, hogyha együtt csináltunk valamit, és ezt lehetőleg kint a természetben. És amikor pályaválasztás előtt álltam, akkor nagyon sok minden felmerült bennem, én szerettem nagyon olvasni, írni, és inkább mindenki ilyen irányban szeretett volna engem terelni, én viszont úgy éreztem, hogy képtelen vagyok leülni ennyi időre, és valami aktívat szeretnék, ami mozgással kapcsolatos természettel, és emberekkel, mert hogy mindig én voltam a szervező adott iskoláimban. És akkor alakult azelőtt egy pár évvel a rekreációs szak, és a testneveléssel volt párban, ami nekem nagyon kézenfekvő volt, és úgy éreztem, hogy talán ez az, amit szeretnék. Akkor a TF-en még nem volt ilyen szakpár, úgyhogy én az ELTE-re jártam, és később kerültem ide a tanulmányaim során. Pont abból adódóan, hogy ugye én nagyon sok mindennel foglalkoztam, nem csak sporttal, de mindig nagyon aktívan éltünk, ezért rengeteget utaztunk, főleg ilyen aktív turizmus, amit ma már így kéne hívni. Így éltük az életünket, és jól tudtam már akkor is angolul, angol szakra jártam a gimiben, és úgy gondoltam, hogy kéne még egy terület, illetve én nagyon szeretem az angol irodalmat, és ez vonzott engem. Inkább hobbiként, vagy egyfajta ilyen biztonsági tartalékként gondoltam az angol szakra, hogyha esetleg nem vagyok annyira fizikailag jól, akkor is legyen valami, amihez nem feltétlenül muszáj nekem túráznom az erdőben, vagy sípályán állnom. És ami még egyébként ebbe az irányba elvitt, hogy én kaptam egy ösztöndíjat Hollandiába, és ott csináltam a nemzetközi MSC-met, és akkor egyértelművé vált számomra, hogy ez a terület, ez igényli az, hogy az ember tényleg jól tudjon angolul, mert hogy ez a nemzetközi szintéren már egy több mint 100 évre visszanyúló terület. A rekreáció szerintem, amikor mi elkezdtük ezt tanulni, a 80-as, 90-es években lehetett elkezdeni Magyarországon rekreációt tanulni a felsőoktatásban, akkor még a szót sem ismerték nagyon. Igazából ugye itt újraalkotásról van szó, szerintem nem is ez benne az érdekes, hanem inkább az, hogy ez egy életmóddal foglalkozó terület, lényege az, hogy újra feltöltsük az energiaraktárainkat, és valamilyen rekreációs tevékenységet, amit többnyire szabadidőnkben tudunk tenni, hogyha aktívan űzünk, akkor utána egyébként elégedettebbek vagyunk az életünkkel, újraalkotjuk az energiáinkat, jobban tudunk teljesíteni akár a munkahelyünkön, akár az életünk más területein. Tehát ez egy nagyon szoft irányzat, sokkal kevésbé mérhető, mint bármi más akár a sportban. Jobban az emberekről és az emberekhez szól talán ebben a tekintetben. És hogyha a történetiségét nézzük, akkor ugye Magyarország a szocialista érában nagyon ilyen sportfókuszú volt, teljesen természetes módon, hiszen ezzel szeretett volna a versenyben láthatóan helytállni. Az, hogy a lakosság mennyire aktív a szabad idejében, hogy fizikailag aktíve sportol-e, vagy mennyire elégedett az életével, ez nem volt publikus. Éppen ezért ez a terület ez nem kapott akkora figyelmet, még mondjuk Nyugat-Európában, vagy akár Amerikában, ez már az 1930-as évektől egy nagyon népszerű témakör volt, és sokan foglalkoztak vele. De ha még régebbre visszanézünk, akkor pedig azt kell észrevennünk, hogy ahogy az ember életmódja átalakult, és gyakorlatilag városi emberré vált itt a fejlett világ 80%-a, az emberek keresik a lehetőséget, hogy szabad idejükben ebből kiszabaduljanak, és keresték, hogy hogyan jutnak ki a természetbe, hogy szívesen mozognak, és a rekreáció területe ezeket fedi le.
rekreáció, szabadidősport és az egészséges életmód területe az igazán a rendszerváltozás után került olyan szintre és kapott olyan szabadságfokot a terület, hogy a felsőoktatásban is meg tudott jelenni. Először 89-ben indult szakpárban a testnevelése, hiszen a testnevelőtanárok voltak azok, akiknek megvolt a megfelelő alapja, hogy rendezvényeket tudjanak szervezni, tanácsokat tudjanak adni, és aktivizálni tudják a lakosságot. A TF is nagyon hamar csatlakozott ehhez, viszont nem szakpárban indította, hiszen itt nem a szakpárok voltak klasszikusan a jellemzőek, hanem egy nagyon erős testnevelő tanárképzés, és itt lehetett választani, egyfajta specializációnak hívnánk manapság, hogy van, aki edző lett, és van, aki pedig a rekreációt választotta például. Aztán a 2000-es években viszont a piaci igény annyira megnőtt erre a területre, hogy már önállóan is tudott indítani az egyetem ilyen szakot. Érdekes az, hogy egyébként én már például itt voltam doktorandusz, és akkor indult az első önálló képzés, először levelező szakon, és akkor volt az érdeklődés, hogy 150 fővel tudtunk indulni, és aztán ez kitartott elég sokáig, aztán szerencsére ebből a levelező rendszerből egy nappali képzést is tudtunk indítani. A levelező képzésnek egyébként az volt a varázsa, hogy nagyon sokan, akik már ma már úgy hívnánk, hogy rekreációs szabadidősport piacon egyébként dolgoztak, sportszakemberek, ők jöttek vissza, hogy beiskolázódjanak, hogy meglegyen a megfelelő szakmai felkészültségük. És mondhatom azt, hogy amikor ők kezdtek elfogyni, hiszen 4 évig 150 fővel tudtuk indítani a szakot, akkor pont jókor jött a bolonyai folyamat, és el tudtunk indulni egy rekreáció egészségfejlesztés, rekreáció szervezés szakkal, ami először BSC-ként, aztán többszöri átalakítás után újra BSC és MSC képzésként is működik a TF-en. Amiben szerintem az egyetemünk egyedi, hogy messze a legtöbben erre a szakra hozzánk járnak, illetve hozzánk a legmagasabb, a ponthatár hozzánk a legnehezebb bejutni. Szerintem azt érdemes azért tudni, hogy aki rekis, mi így szoktuk hívni magunkat sokszor, mi azért ugyan foglalkozunk az elméleted, ez egy nagyon gyakorlatorientált terület, mi emberekkel szeretünk foglalkozni, és igazából a mi feladatunk az, hogy meggyőzzük gyerekeket, felnőtteket, időskorúakat, hogy éljenek aktívan, menjenek ki a természetbe, mozogjanak egyedül, és akár csapatban, közösségben. És ahhoz, hogy ezt kutatni tudjuk, már pedig minden igazi fejlődésnek azért valahol a tudományos kutatás szükséges alapja. Ehhez nem volt elegendő az, hogy a sporttudománnyal foglalkozunk, hiszen ahogy mondtam, itt minden korosztály érintett. Ezért a korosztályok miatt is egyértelműen fontos volt az, hogy más területeket is bevonjon a rekreációs tudományterület, és nem csak ezért, hanem ahogy megint említettem, itt közösségről is szó van. És nyilván a közösség igényli a társadalom tudományi ismereteket is, úgyhogy azt tudtuk mondani, hogy ez egy interdisziplinális terület, és ahhoz, hogy a rekreációt tudományos alapokon vizsgáljuk és fejleszteni tudjuk, ehhez a sporttudományon kívül nagyon nagy szükség van az egészségtudományra, társadalomtudományra, és az az igazság, hogy szinte minden területre, hiszen még azzal, hogy kivisszük az embereket a természetbe, még a környezettudat is ide tartozik, környezettudományok. Aztán természetesen ennek is van egy nagyon komoly üzleti területe, úgyhogy elengedhetetlen, hogy a gazdasági ismeretek is meglegyenek. És Magyarországon nem ennyire mély még ennek a területnek a kutatása, de a nemzetközi szintéren egyébként nem rekreáció tudományról beszélünk, hanem leisure studiesről, és ez azt is jelenti, hogy ez egy nagyon széles terület, és majdnem mindenki szakosodik valamilyen részére, annak megfelelően, hogy melyik irány, melyik terület érdekli. Rekreáció egy nagyon fiatal tudományterület, ugyanakkor egy nagyon dinamikusan növekvő piaci területről beszélünk. A Nyugat-Európában, illetve a fejlett világban már egy hatalmas piaci robbanást érzékelhetünk az elmúlt 10-20 évben, és úgy néz ki, hogy Magyarországon is ez megtörtént már, ez az áttörés. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy egyre nagyobb az igény az emberek részéről, hogy egészségesebben éljenek, és aktívabban keresik, hogy hogyan tudnának elégedettebbek lenni az életükkel, illetve a másik, hogy
maga az egészség tudat erősödik, ami egy szükséges dolog is, hiszen az életmódunk egyre egészségtelenebb, és igényli azt, hogy tudatosabban foglalkozzunk vele. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy még innen indul a rekreáció jövője, tehát nem, hogy fél úton nem vagyunk, hanem nagyon az út elején. Ha úgy gondoljuk, hogy ahogy sok mindennel ugyanaz fog nálunk is történni, mint Nyugat-Európában, vagy Amerikában, vagy éppen Új-Zélandon, akkor most állunk a robbanás küszöbén. Hogyha csak finomabban is ezt az irányt tudatosan követjük, akkor én úgy gondolom, hogy egyre növekedni fog az egészségesebb és aktívabb életmódra az igény. Valóban sok szabadidősport rendezvényt szervezünk a csapatunkkal, és azt hiszem, hogy ami egy egyszeri és megismételhetetlen dolog az, amikor Budapest volt Európa sportfővárosa 2019-ben, és ennek a sportszakmai részét mi tudtuk vinni, ami azt jelentette, hogy ebben volt 4 nagy lakossági 10-20 ezres rendezvény, illetve több mint 200 kisebb lakossági szabadidősport esemény. Nem tudom, mikor lesz Budapest újra Európa sportfővárosa, de az arra úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk, és ebben a TF is egy olyan szerepet kapott, hogy komoly támogatóként és helyszínként is meg tudott jelenni, és részt tudott vállalni abban, hogy a Budapest és az ország lakosai aktívabban éljék meg a 19-es évet. Másik, amire úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk, hogy egészen a kezdetektől a mozgás éjszakája tényleg nagy éjszakai lakossági szabadidősport rendezvénynek a szakmai főszervezését mi csináljuk, ami az azt jelenti, hogy néhány kollégával és hát kiegészülve többnyire még olyan 100, olykor 200, egyébként többnyire TFS-sel szervezzük ezt a rendezvényt. Sajnos a Covid elsöpört egy ikonikus rendezvénysorozatot, a Kinder Joy of Moving programot, ami egy országos nagy gyermek rendezvénysorozat volt, és az volt a lényege, hogyha a gyerekek és a szüleik és a tanárok, az egész iskola aktív volt, akkor ezzel olyan pénzösszegeket nyerhettek, amiket sportra költhettek az iskolában. Úgyhogy így ennek eredményeképpen 8 évig csináltuk ezt a programot, számos iskolában lett sportudvar, eszközbeszerzés, mentek aktív osztálykirándulásra a gyerekek, ami ma már természetesnek tűnik, de 10 évvel ezelőtt óriási csata zajlott az iskolákban ezért a lehetőségért, és a gyerekek azt mondták, hogy ez egy hatalmas élmény is volt, hiszen utazhattak az országban, megmérkőzhettek egymással, de mindez szórakoztató, rekreatív köntösben. Én elsősorban outdooros vagyok, tehát én az outdoor sportokat szeretem, amikor lehet, akkor inkább a természetben szeretek mozogni. Ez kezdődik onnan, hogy ha így a hétköznapokba kell beilleszteni a sportot, akkor rendszeresen futok, szívesebben futok erdőben, mint fitnessteremben, vagy akár a Dunaparton, Balatonparton. Tehát a futás áll közel hozzám, a természetjárás, és igazából a természetjárásnak minden formája, mert szeretem a gyalogos szakágat, a hegyi bringát, akár a vízitúrát. Az elmúlt 10-12 évben például a nyári nyaralásunk, az tengeri kajaktúra, a barátainkkal, és hát egyet nem szabad kihagyni, hogy én igazából, ha nem itt lennék most, akkor a TF síktáborában oktatnék Szlovákiában a kollégáimmal, mert hogy magam is síoktató vagyok, és gyakorlatilag egész gyerekkoromat végig síeltem. Minden hétvégét úgy kezdtünk a szüleimmel, hogy reggel 4, irány Szlovákia, vagy dobogókő, és végig síeltem ezt az időszakot. Most már picit kevesebb lehetőségem van, de ha megtehetném, akkor biztos, hogy most is egy hegyen csúsznék. Én azt hiszem, hogy ez most már inkább egy küldetés, hogy én ugye a szakalapításától itt vagyok, és mivel a doktori témám is szakfejlesztés és piaci igények harmonizációja volt, úgyhogy egyfajta küldetésként élem meg, hogy a szak minél inkább piacképes legyen, és lépést tudjon tartani a nemzetközi trendekkel. Úgyhogy gondolom, hogy ez mindenképp küldetés, hogy a szak sikeres legyen. És értem ezt úgy, hogy nem csak itt a TF-en, hanem országosan tudjunk elérni egy olyan életmódváltást a lakosság körében, ami egy egészségesebb
irányba mutat, és ehhez szükséges az is, hogy ne csak jól képzett szakemberek legyenek, hanem ahogy korábban is említettem, mi magunk is dolgozunk nagyon sok területén a piacnak, és minden módon igyekszünk megszerettetni a mozgást és az aktív életmódot az emberekkel. Most ehhez kapcsolódik az, hogy az aktív Magyarországért felelős államtitkársággal éppen az aktív életmód stratégián dolgozunk ebben az évben, és azt gondolom, hogy ha a stratégia sikeres lesz, és valóban sikerül hatást elérni, akkor a képzéssel együtt ez egy legalább 20 évre feladatot adó iránymutató dokumentum lehet, és nem csak dokumentum, hanem egy célkitűzés. Ez a Healthy Campus, ez az egészséges kampusz, egészséges egyetem koncepció. Ez a FISU-nak, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetségnek egyébként az egyik Erasmus projektjéből nőtt ki. Én úgy kerültem bele, hogy a MEFS Magyar Egyetem és Főiskolai Sportszövetség felkért arra, hogy egy ilyen bizottságot egy kolléganővel rakjunk össze, és próbáljuk meg népszerűsíteni ezt a témakört Magyarországon az egyetemek között, és minél több egyetemet próbáljuk meg abba az irányba terelni, hogy részt vegyen a Healthy Campusben. Az, hogy részt vesz, az nem elég, hanem tegyen a hallgatók, dolgozók és a környékbeli lakosság egészséges életmódjáért. És hát természetesen, mint a vezetője ennek a projektnek, a TF egyfajta zászlós hajója Magyarországon a Healthy Campusnek. Szerencsére az egyetem vezetése teljes körűen támogatja ezt a törekvést. Ennek a projektnek induló nagy változásnak igazából szerintem az értéke az az, hogy sokkal tudatosabban foglalkozunk a hallgatók, a dolgozók és a környékbeli lakosság egészségével. Beszélünk itt egyébként fizikai aktivitásról, de egészségesebb táplálkozásról, a környezettudat népszerűsítéséről és a megelőzésről is, és a lelki egészség is egy fontos pillér. És ugyanezeket mindig azt mondjuk, hogy fontos, de hogyha nem tudatosan dolgozunk érte, akkor elsikadnak a hétköznapjainkban. Ennek a projektnek szerintem az az igazi varázsa, hogy nem egy projekt, hanem egy hosszú távú szemléletváltás, itt az egyetemen és egyébként a többi egyetemen egyaránt, és azt eredményezi, hogy például lecsökkentjük és lecsökkentettük a műanyagpalac használatot, tudatosabbá tettük például a műanyaggazdálkodást, és akár a csapok is alkalmasra váltak arra, hogy újra hasznosítható saját kulacsokkal érkezzenek a hallgatók, ami korábban igazából nem volt prioritás, most pedig azt látjuk, hogy lehetővé tette ennek a projektnek a keretrendszere azt, hogy sokkal egészségtudatosabb és akár zöldebb egyetemi váljunk. Nagyon bízom benne, hogy 100 év múlva még ugyanebben az épületben fogunk találkozni, nem is egymással, de az utódaink, mert ugye hiszek benne, hogy a formális oktatásra is ugyanúgy szükség van, és azért is gondolom ezt így, mert szerintem ezen a területen elengedhetetlen, hogy az emberek személyesen is kapcsolódjanak egymáshoz, és ez nem kerülhetett teljesen az online térbe. Igaz, hogy a trendek erre mutatnak, én úgy gondolom, hogy igazán akkor lehet megszerettetni a mozgást a gyerekekkel, felnőttekkel vagy idősekkel, hogyha ott állunk velük fönn a hegyen, kint a pályán, és azt érzik, hogy fúj a szél, és élvezik a csúszást, a futást, vagy éppen a kerékpározást. Úgyhogy én bízom benne, hogy ugyanitt lesz, és talán azt elmondhatom, hogy abban is bízom, hogy a természeti sportokra még mindig lesz lehetőség, hogy lesz hol űznünk, és hogy egyre többen érzik azt, hogy szeretnének kimenni a szabadban mozogni. Én úgy gondolom, hogy minden nagy múltú intézménynek, felsőoktatási intézménynek egy hatalmas erőt ad, hogy van múltja. Van egy olyan közösség, akit a legszebb emlékei ide kötnek. Ez egy nagyon nagy erő. Úgyhogy én mindenképpen
fontosnak tartom a tradíció kápolását, és azt is, hogy a mai fiatalok érezzék, hogy ők egy olyan közösséghez tartoznak, ami erős, és ami segíti őket később is, illetve hogy ők is hozzá tudnak ezt tenni, hiszen egész máshogy látják már hozzánk képest is a világot, és formálják azt, úgyhogy ha lehet, akkor én abban hinnék, hogy akár még magukat az embereket is érdemes összehozni, azokat, akik régen végeztek, és akik most, és ők segíthetik egymást kölcsönösen, ahogy a nagymama az unokát, úgy a régen végzett TFS-ek a maiakat, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a kettőt együtt is kezeljük, hiszen ez egy folyamat. És most ma ez a pillanat, ez még tart, és már vége is, tehát ezt nem is lehet külön választani, hanem ez egy fejlődési út. Furcsa a kérdés, mert ezt nem gondoltam végig, hogy gyakorlatilag az, hogy én 20 éve itt vagyok, az egyetem fennállásának egy ötöde alatt végül is itt voltam, és egy új szakot formálunk a kollégáimmal az elmúlt 20 évben, és egy új területet. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jelentős dátum, és annak pedig külön örülök, hogy erre ennyire készül az egyetem, és előkereshetjük azokat a régi dolgokat 20, 40 vagy éppen 100 évvel korábbról, amik még megmaradtak. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak érzem, és bízom benne, hogy lesz még 100 éve az egyetemnek, és akkor pedig majd ezeken a filmeken jót fognak mosolyogni az utódaink.